Rádióban. Nézze műsorunkat most élőben, hivatalos Facebook oldalunkon. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Jó ebédhez szól a nóta, ami ma élőben szól innen a Dankó Rádió stúdiójából. Köszöntelek benneteket, itt van velem ittől a jobb oldalomon Kalocsai Zsuzsa, a Budapesti Operett Színház primadonnája, a bal oldalomon pedig Bokor János foglal helyet, a magyar nóta éneklés nagy mestere. Szervusztok, üdvözöllek benneteket még egyszer. Szia, sziasztok. Üdvözöljük mi is a rádióhallgatókat, és jó szórakozást kívánunk a műsorhoz. Így van, az idei év első élő stúdió koncertjét hallják itt a Magyar Zene Rádiójában, amit ma Lakatos Miklós és zenekara nyitott meg méghozzá a Villámcsárdással. Tartsanak velünk ma is egészen két óráig, hiszen nagyszerű magyar nóták csendülnek fel ma az előttünk álló egy órában. Gorsás Gábor hangmérnök kollégám nevében is jó szórakozást kívánok. Mik az idei tervetek? Ilyenkor évelején mindig meg szoktuk kérdezni egymástól, volt fogadkozás szilveszter éjszakáján, éjfélkor? Nem fogadkoztam, nem? Tehát nem. Nem is szoktál? Nem szoktam. Vannak ilyen nagy elhatározások, de szerintem bármikor meg lehet hozni az évben. És meg is lehet szegni, hogyha az ember megfogadja az új évre. Úgyhogy jobb ezzel már nem sokkolni magát az embernek. Hát túl kell élni az évet egészségben, szeretetben, jól odafigyelve a szeretteinkre, hogy sokáig megmaradjunk egymásnak. És te, János, hát fogadtál valamit? Én fogadkoztam, valami? Igen. Na tessék, akkor egy pár dolgot. Csak az a helyzet, hogy én Nightlight-ot kértem, és helyette kaptam Ketolight pluszt. Úgyhogy most egyelőre, amíg vissza nem kapom, tehát vissza nem cserélik, ami egy elég bonyolult módszer, mert az egyik 30 ezer forintot fizettem az egyikén, a másik meg nem tudom mennyi lesz, tehát vagy nekem kell meg ráfizetni, vagy nekem fizetnek vissza. Úgyhogy várom a fogyókúra eszközt. Hát én sok sikert, kitartást kívánok mindehhez. Mit szólnátok hozzá, hogyha rögtön belecsapnánk abba a bizonyos lecsóba, vagy hogyha úgy tetszik a húrok közé? Zsuzsa, készen állsz az első kis dalcsokor elénekléséhez? Úgy érzem, hogy készen állok, elég érettegek, de azt hiszem, nincs mitől. Lesz itt Lakatos Miklós is. Így van, így van. Úgyhogy akkor sok sikert kívánunk neked, és stílusosan már is indítjuk műsorunkat Kubányi György szerzeményével, Most kezdődik a tánc címmel. Aztán az Eresz alatt Fecskefészek, az Ez a legény nyalka is, és a Repül a szán című klasszikus magyar nóták is felcsendülnek a Jászai Mari díjas színművésznő Kalocsai Zsuzsa primadonna előadásában, Lakatos Miklós és zenekarának kíséretében. Most kezdődik a tánc.
Azért lehet,
napolna eszetek, fejben fájna annyit a szívetek, mi ne volna csalóka a legét, mikor a lányai kőbelétek. Lányok, lányok, napolna eszetek, fejben fájna annyit a szívetek, mi ne volna csalóka a legét, mikor a lányai könnyen lépre mint. Bravo, 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 Kalocsai Zsuzsa énekelt itt a Dankó Rádió stúdiójában, élőben, egyenesben, Lakatos Miklós prímás és zenekarának kíséretében. Most Bokor János következik, úgyhogy szeretnélek megkérni, drága művész úr, hogy keresd meg a te saját mikrofonodat, ugyanis a tegnap sem ragyogott több csillag az égen, vagy ha éppen úgy tetszik, hiányzik valaki ebből az utcából című hallgatóval. Folytatjuk műsorunkat Kóka István és Murgács Kálmán csodálatos szerzeményével. Aztán a megéheztem, kinyitom a bicskámat, az Este gyere késő este és a Hallod-e nótás füttyös szép madár című klasszikus magyar nóták csendülnek fel itt és most a Magyar Zene Rádiójában. Megéheztem,
kinyitom a bicskámat. Előveszem paprikás szalonnámat, ezek is iszok is. És azután megkerülöm a számot. Azután megbécsokom a picskámat. Csókra vágyom, elmegyek egy kis házhoz. Bemászom az ablakon egy kis lányhoz. Bemászom, bemászom. Éjfél után, öljön után meg kimászom. Mert a babám erkölcsére vigyázok. De bemászom, bemászom. Ítél után, azután megkimászok, mert a babám erkölcsére vigyázok, hogy este gyere, késő este, icaka, icaka galambom. Este gyere, késő este, icaka, icaka galambom. Hogyha szeretsz, gyere bel, ha nem szeretsz, ne gyere, itt van lesz a legény szobám ablakom. Mert este gyere, késő este, icaka, icaka, de icaka. Hogyha szeretsz, gyere bel, ha nem szeretsz, ne gyere, itt van lesz a legény szobám ablakom. De este gyere, késő este, icaka, icaka, de icaka. Bánok is én, bánok is én, recece, szidják a babámat. De mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, meg vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomó helyre könnyen továbbnak. De nékem jó így, így jó nékem, pénteken, szombaton, meg vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomó helyre könnyen találnak. De nékem jó így, így jó nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a mesének, kákán csomó helyre könnyen találnak. De nékem jó így jó nékem, pénteken, szombaton, meg vasárnap. Hallod-e nótás, füttyös, szép madár, ennek a huncutságnak vége már. Szálljél a búszívemről messze bőve, mindörökre te hűtlen csapodár. Huncod a májad, zuzzát, csal fogadj, várom is, akkor légy hát, ha így fogadj. Égve ne vére, sózsám, Isten áldjon, azt kívánom magadra, ne maradj. Gombház, gyer ide prímás, veled a szívem búját, ma véget temetem, tedd rá a hurra vonalom, neked igratiad szépen helyére az eszem. Gombház, gyer ide prímás, veled a szívem búját, ma véget temetem, tedd rá a hurra vonalom, neked igratiad szépen helyére az eszem. Gombház, gyer ide prímás, veled a szívem búját,
réged temetem, tedd el a hurra-vara, le kell igrakni a szép emőhegyére az eszem. Gombház, jöjj te fémás, veled a szívem búját, ma véged temetem, tedd el a hurra-vara, le kell igrakni a szép emőhegyére az eszem. Bravo, bravo, bravo! Bokor János énekelt az elmúlt percekben itt a Dankó Rádió stúdiójában. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Élő stúdiókoncerttel jelentkezünk a 2022-es év első stúdiókoncertjével. Hát hogy érzitek magatokat? Most már mind a két vendégművészünk elénekelt egy-egy nótacsokrot. Kicsit megnyugodtunk. Most már megnyugodtatok? És nem tudtam elképzelni, hogy nem lesz-e kevés ez a két nótacsokor, és majd nem a fele adás idő ellen. Igen, ilyenkor mindig Erről olyan gyorsan az... telik igen. az idő, igen. Hát János, kérem Parancs szépen. Nem azt mondom, hogy János legyen fenn, a János legyen, bár így is el szoktuk kezdeni ezt a dalt. Lakatos Miklossal egy összeszokott páros vagytok, bár nagyon régóta nem tudtok együtt énekelni. Most már kimondhatjuk a hely nevét, az étterem nevét, a Márvány Menyasszony étteremben játszottatok, muzsikáltatok ti együtt hány éven keresztül is? 20 éven. Az elejét, ha hallom, akkor nagyon boldog vagyok. Ha a végét hallgattam, akkor nem vagyok annyira boldog, mert már sajnos le is akarták bontani a Márvány Menyasszonyt. Ugye, Mikikém, így van ez. Bólogassa. A helyzet az, hogy csodálatos 20 év volt ez. Akkor még én sem voltam 74 éves. Hát Isten értesen sokáig. 20-szal kevesebb. És aztán egy óriási dolog volt, hogy becsatlakozhattam hozzátok, és aztán így ugye van. Egyik este Bokor János énekelt, a másik este pedig így a Miklóssal szórakoztató közönségen. Nagyon szerettem a Miké muzsikáját hallgatni, főleg amikor ugye lángszám pihenő volt, igen. és Mikike elkezdtettek a gyönyörű dallamokat. Nem tudom megnevezni, de csak ő tudja ezeket a gyönyörű dalokat. Emlékszek, Bárdos Laci barátommal ültünk a gesztenye falat, és végtelenül néztünk egymást, hogy két öreg fickó, és még könnyeztünk is. Hát én azt gondolom, hogy ez a következő percekben lehet, hogy újra megtörténik, ugyanis most a zenekar játszik, Lakatos Miklós és kiváló bandája csodaszép nótacsokrot állított össze, a Prímás úr piros rózsát, rozmaringot egy csokorba szedtem, ez az első dal címe, aztán a Rézsarkantyúról is szó esik, illetve nem esik szó, hiszen zenekari szám következik, majd egy friss csárdással zárjuk a csokrot. Már is kezdhetitek. Thank you.
Lakatos Miklós és zenekara muzsikált az elmúlt percekben. Most egy pillanatra Miklós, gyere, és akkor cserélj helyet művésznővel, Kalocsai Zsuzsával itt a mikrofonnál, ugyanis azért szeretném, hogyha te is üdvözölnéd a hallgatóinkat, valamint mindenképpen be kell, hogy mutasd a zenekart, kik muzsikálnak ma mögötted. Szervusz, üdvözöllek téged is. Sok így a mikrofon előtt is. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát szeretném kiket akkor bemutatni hallunk a zenekart. Klarnétnál Jata Ökrös László, Nagybőgőnél Csík Sándor, Vónodi László a brácsás, és Jónás Géza a cimbalmos. Nagyszerű zenekar, gratulálunk hozzá, az. Mert remekül szól, és kicsordult a könycsepp a szemedből, János? Na, hát ez ma megint így történt. Nézem közben itt az élő közvetítésünket a Facebookon, és egy hallgató azt írja, hogy nagyon szereti a magyar nótát, de azért mellé fűzte, hogy de a mai fiatalok sajnos már nem kedvelik annyira ezt a műfajt. Egyet tudtok érteni ezzel? Mert én például nem. Ugye? Nem. Ez kategórikusan kijelenthetjük. Kategórikusan mondom. Hát történt egy olyan, igaz, hogy nem most volt, de egy 3 vagy 4 évvel ezelőtt voltunk egy egyetemnek a bulián. És kérdezem, mit akarnak ezek a gyerekek tőlünk, hát most nem fognak. És volt egy hatalmas nagy diszkó, ahol nem tudom hány száz ember befért, és egyszer csak elkezdtek kiabálni a gyerekeket, minket beraktak egy másik terembe, és kiabáltak, hogy gyertek, mert megjött a cigányzenekar. És kiürült a diszkó, és mondtam, hogy gyerekek, hát így nem tudok, mert úgy szól a diszkó, mondom, hát hogyha majd szünet lesz ott, akkor itt.
és kikapcsoltatták a diszkot, és reggel 6 óráig mulattak. Na kérem. És mondták a nótákat. Remélem, hogy ezt a hallgatónk, aki kommentelt az élő videónk alatt, hallotta, hogy milyen történetet mesélt el Lakatos Miklós, szóval én azt gondolom, hogy a magyar nótát 100-200-300 év múlva is hallgatni fogják, és szeretni fogják, hiszen apáról fiúra száll, az ifjúság viszi tovább ezt az örökségünket, a nemzeti kincsünket, a hungarikumot. Köszönöm szépen, Miklós, most továbbra is élőben énekel nálunk Kalocsai Zsuzsa. Szeretnél énekelni? Mert nagyon szívesen meghallgatom, mert ez egy óriási szenzáció lenne, hiszen még sosem hallottam én sem. Lakatos Miklós pedig elég sokat muzsikáltunk és léptünk már fel együtt. Tehát Kalocsai Zsuzsa következik most a folytatásban ismét. A Jászai Mari Díjas színművésznő, az Érdemes művész, a Leveles az erdő, a Csak úgy mondom magának, és a Csicsak rózsám hallott című magyar nótákat nyújtja át a Dankó családunk tagjainak. Tartsanak továbbra is velünk.
zsarma hallok, de tudtam csárgás, amit hallok. Szej hajdínom, dánom, de tudtam csárgás, benged az én primásom. Bravo, bravo, én tapsolok, Bokor János is tapsol, Kalocsai Zsuzsának, aki az elmúlt percekben énekelt itt a Dankó Rádió stúdiójában, élőben, egyenesben, amit nem csak az éteren keresztül hallhatnak, hanem nézhetnek is minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán élő közvetítés formájában. Most ismét Bokor János énekel, méghozzá egy nagyszerű nótát hallunk elsőként, Esz Nagy Endre és Babos Károly szerzeményét, címe Azt a boldogságot, amit tőled kaptam. Aztán a Kiskendő, Nincs sarka című csárdás és a Kalapomon piros rózsa, Cerkovics Béla és Mérei Adolf szerzemény folytatja a sort. Én további jó mulatást, jó nótázást kívánok mindenkinek. Itt a Dankó Rádióban Bokor János énekel. Sem lettél volna, én sem lettem volna. Ilyen boldog máskor, összeforrult a lelkünk. Sem lettél volna, én sem lettem volna. Ilyen volna.
kis kendő, négy sarka, simára van vasalva, mind a négy sarkában, a hálmete van rajta. Rákötöttem a 100 eurót, azért olyan csodaszép, megállj te csodaszép, majd eszedbe jutott még. Ráköltöttem a 100 eurót, azért olyan csodaszép, megállj te csodaszép, majd eszedbe jutott még. Sáros a partja, oda jár a dózsán, sejem kendő van rajta, rád költöttem a 100 eurót, azért vagy így csodaszép, megállj te csodaszép, de majd eszedbe jutok még. Rád költöttem a 100 eurót, azért vagy így csodaszép, megállj te csodaszép, majd eszedbe jutok még. Kalapomon piros rózsa, babám tőle kaptam, fizetségül neked értem a szívemet adtam. De szív nélkül, egy szív nélkül nem tudok így élni. Eljöttem hát a szívemet tőled visszakérni. De szív nélkül, egy szív nélkül nem tudok így élni. Eljöttem hát a szívemet tőled visszakérni. Visszadobtad a szívemet, nem ösmertem rája. Összetépted, összetörted, kínosztad halálra. Meghalok én, nem tudok én beteg szívvel élni. Fölmegyek az Úristen, ez egy nyúj szívet kérni. Meghalok én, beteg szívvel élni. Tőlem megyek az Úristen, ez egy új szívet élni. Meghalok én, nem tudok én beteg szívvel élni. Tőlem megyek az Istenhez, egy új szívet élni. Meghalok én, nem tudok én beteg szívvel élni. Tőlem megyek az Úristenhez, egy új szívet élni. Meghalok én, nem tudok én beteg szívvel élni. Fölmegyek az Úristenhez, egy új szívet élni. Bravo, bravo, micsoda hangulat van itt, kérem szépen, a Dankó Rádió stúdiójában. Kedvem lett volna odállni János mellé, énekelni, körbetáncolni, de hát azért nem akartam annyira megzavarni ezzel. Közben olvasgatom itt a kommenteket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, azt írja egy hallgatónk, hogy nóta nélkül lehet élni, de nem érdemes. Azt hiszem, ezzel a mai adással ismét bebizonyítottuk, és alátámasztottuk ezt az állítást, igaz, Zsuzsa? Igen, és az az igazság, hogy a nótához meg is kell érni. Tehát meg kell az életnek egy kicsit csapdosni az embert, hogy belegondoljon ezekbe a gyönyörű szövegekbe, amiket megírtak, mert nagyon egyszerű dolgokról szólnak, de az élet nagy dolgai, azok pont ezek az egyszerű dolgok. És akivel már megtörtént, az ezt nagyon mélyen át tudja érezni. Ez egészen biztos. János, neked mit jelent a magyar nóta? Egy mondatban röviden. Egyet tudok érteni a Zsuzsával, hogy meg kell érni a nótához.
Egy érett ember másképp fogja az életet, ugyan, mintha az én szavaimat mondtad, vagy az én gondolataimat mondtad volna el. A magyar nóta a nemzeti vér lüktetésének legszentebb muzsikája. Ó, de szép. Az a nemzet, amelyik dalol. Együtt dalunk, az él. Amelyik nemzet nem dalol, az meghal. Hát akkor ide tökéletesen kötődik még az, hogy egy duettet. Legyetek olyan kedvesek, és daloljatok együtt, nyújtsuk át a hallgatóknak a Vége, vége, vége már című csárdást. A most kezdődik a tánccal, nyitottuk, most pedig lassan ezzel a csárdással zárjuk a mai műsort. Tehát Kalocsai Zsuzsa és Bokor János énekel Lakatos Miklossal és zenekarával itt és most a Magyar Zene Rádiójában. Ha kedvük tartjam otthonukban vagy éppen az autóban, nótázzanak velünk. Vége, vége, vége már, elmúlt már a nyár, a mi szerelmünknek is befüllegzett már. Ide, 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 rózsám, szíved legyen újra régi osztán. Ne csalogasson, árva szívem, nehogy meghasadjon. Hogy ide, 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 rózsám, szíved legyen újra régi osztán. Ne csalogasson, árva szívem, nehogy meghasadjon. Csak kezelesengem, édes kincset te leszem a párom, boldogságom nálad meghatárom. Ide, 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 ide szentem, leideges csak kezelesengem, édes kincset te leszem a párom, boldogságom nálad megtalálom. Ide, 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 ide szentem, ne hideges csak kezelesengem, édes kincset te leszel a párom, boldogságom nálad megtalálom. Ide, 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 ide szentem, ne hideges csak kezelesengem, kedves hallgatóink, ennyi fért csütörtöki jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejébe. A 2022-es év első élő stúdió koncertjét hallották. Vendégem volt Kalocsai Zsuzsa, Bokor János, és élőben kísérte vendégművészeinket Lakatos Miklós és kiváló zenekara. Én köszönöm mai megtisztelő figyelmüket Gorzsás Gábor hangmérnök kollégám nevében is. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A folytatásban már Gál Zoltán köszönti önöket.